tudjuk, hogy a munkálatokat nehezíti az, hogy ezek az elemek betonba vannak öntve, és onnan kell őket kiszedni, ezért nem őrizhető meg az összes elem, de a munkálatok befejezésével az elemek mennyiségétől függően az a tervünk, hogy Szabadka valamelyik közterén az elkövetkező időszakban a megmaradt ép elemekből valamilyen formában egy olyan alakzatot hozzunk létre, amely továbbra is emlékeztetni fogja a szabadkaiakat, szabadka történelmi részévé váló zsolnai elemekre.